Egyelőre még üresen áll a kegyhely a római katolikus templomnál, hamarosan azonban mindenki számára látogathatóvá válik. A nagykálói lurdi barlang hosszú évekkel ezelőtt omlott be. Néhány hónappal ezelőtt azonban a felújítás mellett döntött a nagykálói római katolikus egyházközség. Épített lurdi barlangok szerte a világban számos helyen megtalálhatóak. A legenda szerint 1858-ban a francia Lourdes városában egy fiatal lánynak, a későbbi Szent Bernadettnek többször is megjelent Szűz Mária egy barlang bejáratánál, amely azóta zarándok helyé vált. A barlangban található forrásvizet a hívek gyógyító erejűnek tartották. Ennek tiszteletére pedig a világ több pontján is szokássá vált a lurdi barlangok építése. Nagykálóban is így épült fel a háború után az akkori körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően egy barlang, ahol elhelyezték a lurdi szizanyának a szobrát, és mi most, mivel összedőlt ez a barlang, a hívek úgy gondolták, hogy jó lenne most már újra visszaépíteni, hogy az a fogadalom, amit tettek a régiek, az megmaradjon, másik pedig, hogy a városban egy kicsit felkiáltó jel legyen az emberek részére, hogy vissza kell térni a templomba, újra a vallás felé kell fordulni, és Isten felé kell fordulni az életükkel, hiszen azért látjuk, hogy eléggé el vannak az emberek keseredve, és a jövőkép, amelyet számunkra a világ most úgy jelez, az nem túl rózsás, és valami másfajta jövőt is be kellene engedni az emberek életébe, ahhoz, hogy az életük megváltozzon és egy kicsit jobbá váljon. Mert hogyha ez így alakult Isten nélkül, akkor meg kell nézni, hogy hogyan alakulna az ember élete az Istennel. Ruszki Gábor római katolikus plébános továbbá arról is beszélt, a nagykálói lurdi barlang építési munkálatai körülbelül 90%-os készültségben vannak. Már csak a márványozás és a festés van hátra. A barlang körüli terület parkosítása azonban még sok tennivalót igényel, és csak azután kezdődhet el, hogy a templom tetőszerkezetének és tornyának felújítása is elkészült. Ami még érdekes a lurdi barlanggal kapcsolatban, az a lány Bernadette, fiatalon meghalt, és a teste még mindig érintetlen, tehát nem bomlott el, és megdöbbentő az is, hogy időnként át kell öltöztetni, mert apáca lett utána belőle, ugye az egyház parancsára, de hasonlóképpen még mozognak a tagjai, mint hogyha csak álmodna vagy aludna éppen. És most újra reneszánszát éli Lourdesnak a tisztelete, úgyhogy jelzi azt, hogy beteg a világ és gyógyulása vár, de ez a gyógyulás csak Istentől jön el. Ruszki Gábor római katolikus plébános elmondta, a lurdi barlang újjáépítésének munkálatai a hívekkel összefogva kezdődhetett el. A kegyhely várhatóan jövő tavasszal már látogatható lesz, amikor a szűzanya szobra is visszakerül a helyére.